A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, nincs kereslet az akácmézre, befagyott a hazai mézfelvásárlás, közben az ukránok olcsó mézzel árusítják, árasztják el a magyar és az európai piacot. Ez a rövid hír, többek között erről fogunk beszélgetni, vendégem Antal István méhészmester, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, hát igen. Hát ez a hír, de ennek ugye mélységei vannak, hiszen eddig ugye a hírekből megtudhattuk, hogy a gabonához hasonlóan most már a méz is nyomott áron érkezik Ukrajnából, és hát ez kiszorítja a magyar terméket a boltok polcairól. Árad a panasz szó felénk, én azt gondolom, hogy ti pedig a méhészek ezt meg kell, hogy éljétek. Mi minden történt, erről beszéljünk. Hát igen, mikor hétköznapi tudatunkban benn van az ukrajnai háború, és azt vettük észre, hogy az ukrán méhészek a megtermelt, beraktározott mézeiket pánikszerűen nyomott áron bocsátották piacra, teljesen jogosan az ő részükről, mert féltették ezt a megtermelt terméket, és gyakorlatilag egyszerre nagy tömegbe, hatalmas tömegbe került piacra ez a rengeteg méz. Ugye Ukrajna a föld egyik legnagyobb mezőgazdasági termeléssel bíró országa, és úgymond egy hozadékaként, egy melléktermékként a méztermelésük is ugyanúgy megugrott, mint ahogy a mezőgazdasági termelésük hatalmas, a méztermelésük is hatalmas. A mezőgazdasági kultúrákban termelt növények, napraforgó, repce hatalmas nagy méz terméseket is hoznak, és ezek a mézek, ezek a megtermelt mézek raktáron voltak a méhészeknek Ukrajnában, és hát ugye látszik az, hogy a maga a háború az nem akar békévé átalakulni, és ezért ez a pánik, hogy kialakult, rendkívül nyomott áron került az európai piacra ez a méz, és ez megrekesztette az egész kereskedelmet. Gyakorlatilag igen, nullára levitte. Igen, hát a pörgetés után féláron vagy még olcsóban adják a mézet, és azt gondolom, hogy ez hatással van a piacra, az egész európai piacra, tehát korántsem véletlen, hogy több uniós tagállammal együtt sürgetik a méz csomagolásán a feltüntetett eredet megjelölést, mert azért ez nem olyan minőség. De miért is nem olyan minőség? Hát eleve a növényeknek a termelésében is egy az unió számára nem látható, vagy számunkra nem látható kemikáliáknak a használata is fennállhat kint az ukránoknál. Hogy ekkora tömegű gabonát vagy mezőgazdasági termék növényt tudjanak termelni, óriási nagy kemikáliákat kell használni. Ezen kívül ami most egy kicsit áthelyeződött, mert volt egy tendencia, hogy ez az úgynevezett kínai retteget méz, ami gyakorlatilag nem méz, csak egy édeslé, ez Ukrajnán keresztül került be hozzánk, és az ukránok is előszeretettel keverték a saját mézeikkel ezt a kínai mézet. Most ez egy annyiból megváltozott, hogy Kína a régi tradicionális csatornákon keresztül a nyugat-európai kikötőkbe hajózza be a mézüket, és nem áramlik, ugyanúgy áramlik befele Kínából vagy a Kelet-Ázsiából is ez a méz, és pluszba bejött még az ukrán méz is, és mivel ez nem ellenőrizhető, és nem tudjuk azt, hogy milyen minőségű az ukrán méz, ezért ez a keresletet is némiképp csökkentette. Ugyanakkor azt tudnunk kell, ugye a Kínáról beszéltünk, hogy ukrán méz eddig is volt a piacon, de az teljesen másmilyen volt, hiszen azt bevizsgálták. Most viszont azzal, hogy júliusban ugye a háború okán megszűnt az ukrán importvám az Unióba, ez azt jelenti, hogy
és megemelték a kvótát ezzel együtt 60 ezer tonnára, ami egy bődületes mennyiség. Igen. Mindenképpen. És ez is okozhatta, hogy ugye az árak is csökkentek. Tehát ha megnézzük, hogy 2021 végén a akácméz árszintje az 2400 forint volt körülbelül, most még 1007 ér sem veszik át. Mi a teendő? Hiszen ezek a tételek beragadtak a termelőknél. Hát nagyon nehéz helyzetben. Szó szerint beragadtak, és tényleg azt lehet mondani, hogy azok a méhészek, akik a nagykereskedők ellátására álltak be termelőként, azok nagyon nagy bajban vannak, mert így ahogy mondjuk, hogy az 1700 forint az ár, de ezért sem kell. Na most az, hogy mindenki nekiálljon mézet üvegezni, és a fogyasztókat megcélozni ezzel az óriási mennyiségű mézzel, ennyit a magyar piac nem is tud felvenni, akkor se, hogyha a magyar emberek a legnagyobb mézfogyasztókká lépnek elő. Tehát korán sem véletlen, hogy Fazekas Gyula, a Magyar Mézkereskedők Egyesületének elnöke azt mondta, hogy az üzletek polcairól sem fogy a magyar méz, mert értelemszerűen, főleg ebben a nehéz gazdasági helyzetben azért az kivetíti arra, hogy a pénztárca is fogy. Így van. És megveszik az olcsót. Így van, megveszik az olcsót, ami bizonytalan eredetű, és a magyar mézeknek, hogyha lemegy az ára, akkor is annyi költség rakódik rá, hogy egy bizonyos szint alatt, ha veszteséges az előállítása, akkor a magyar méhészek is, ha veszteséget termelnek, akkor nem tudnak talpon maradni. Na mostan a támogatások némileg kompenzálják ezt a veszteséget, de olyan mértékű támogatást nem tudunk kapni, hogy az életben maradáshoz elég. És az akácméz egy nagyon, nagyon tipikus példája ennek a dolognak, hogy az akácmézre támaszkodott az egész magyar méhészet az akácmézre támaszkodott, annak a magasabb árszintjére, és hogyha az megvolt, akkor a maradék mézek, azok vitték a költséget, és az akácméz teremtette azt a hasznot elő, amiből a méhész meg tudott élni. Na most, hogyha ez az akácméznek az ára olyan mértékig lecsökken, hogy már az önköltséget sem éri el, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a méhészek. Egy kicsit beszéljünk arról is, mert hogy értelemszerűen ez nehezen kifejezhető, de az input anyagok drágulása azért a méhészeket sem kíméli. Hogyne. Ha csak azt vesszük, hogy üzemanyag. Első körben csak egy sarkalatos pontja a dolgoknak. Aztán a gyógyszerek, aztán hogyha az eszközöknek a beszerzése esetleg, ha csak a kaptáraknak a gyártásához, a faanyagoknak a drágulása, ezek mind olyan mértékű drágulást eredményeztek, de akkor mondok egy olyan prózai dolgot, hogy a méz tárolására szánt műanyag hordónak az ára az egekben van. És ez egy hozadéka annak, hogy a méhészeknek be kell raktározni a mézet, ezért csak egy ilyen dolog, amire nem is gondolnak az emberek, hogy annak az ára is megduplázódott a műanyag hordóknak. Aztán, amit az előbb mondtam, hogy faanyag, kaptárak, eszközök, a gyógyszerek, ezek mind vagy csak egy olyat mondjak, hogy az élő munkának az értéke is felment, úgyhogy nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak ebből a szempontból a méhészek. Igen, érdekes a helyzet, hiszen jószerivel minden mezőgazdasági termékára megemelkedett, a mézé pedig drasztikusan csökkent. Mi a helyzet az exporttal? Hiszen volt egy olyan terv, hogy a német, francia, svájci, olasz felvásárlóknak eladják a méhészek a tavalyi mézet. Annál is inkább erre szükség volt, hiszen egy remek évet zártatok. Így van, és mindenki kivárt az értékesítéssel, de sajnos megint vissza kell térni Ukrajnára.
egész Európát elárasztotta ez a mézmennyiség, és ott is berekedt abba az irányba is berekedt az exportnak a lehetősége. Úgyhogy tudomásul kell vennünk, hogy a mézünk az itthon van, és nagyon-nagyon nehézkes az értékesítése ebből a szempontból. Megyünk majd tovább, de egy kicsit beszéljünk az elmúlt esztendőről, hiszen itt, ahogy említettem, ez egy jó év volt. Független attól, hogy aszályos volt, ennek ellenére a méhész nem panaszkodhat, és azt hiszem, hogy a minőségre se volt semmiféle gond. Milyen volt ez az év a méhész szemével? Hát azért kicsit finomítanám, árnyalnám itt a dolgokat, jó év volt. Az előző évekhez képest egy viszonylag jó évről beszélünk. A tavasz nagyon jól indult. A tavaszi növények azok hozták a formájukat, a repce, akár a tavaszi vegyes virágmézek azok szépen megjöttek. Az akác szintén jól telelt. Az előző év, hangsúlyozom, az előző évekhez képest jól telelt, és egy viszonylag jó termést is adott. Aztán onnantól kezdve jött egy kicsit a fekete leves, a nyári időszak, az aszályos időszaknak a beköszönte. A napraforgóban már voltak problémák. Azok a szerencsés termelők, a mezőgazdasági termelők is, akiknek a területére pont megfelelő ütemben kaptak néha-néha egy kis esőt, azok még tudtak némi nemű napraforgó mézet termelni. De akik pont nem voltak olyan szerencsés helyzetben, azért a maga a napraforgónak is és a méznek is szóval nagyon nagy problémái voltak. Úgyhogy ezért mondom, hogy jó év volt, de az előző évekhez képest viszonylag volt jó év. Nem mondhatjuk így ki erről, hogy ez egy csodálatosan, méztermés szempontjából egy csodálatosan jó esztendőt zártunk, csak egy viszonylagos. Mi a helyzet a csapattal, a méhészek nagy csapatával, hiszen az elmúlt időszakban beszéltünk arról, hogy egyre többen választják ezt a tevékenységet, már pedig ehhez mesternek kell lenni. Hát igen, az utóbbi években kicsit az volt a probléma vele, hogy mindenki a meggazdagodást látta a méztermelésben, és elég sokan belevágtak ebben olyan elgondolással, hogy viszonylag kevés munkával, viszonylag kevés befektetéssel hatalmas nagy anyagi haszonra tudnak szert tenni. Hát ez így nagyon nem igaz. Most már észrevesszük azt, hogy akik pusztán a gazdasági haszonszerzés céljából álltak neki méhészkedni az utóbbi időben, azok jó eséllyel feladják, abba hagyják. Ez tény, hogy a gazdasági, az ökológiai viszonyok, ezek mind-mind befolyásolják ezeket a döntéseket meg kell hozni nekik. Azok a méhészek, akik hatalmas nagy tudással rendelkeznek, sok-sok éves tapasztalattal, őnekik is nagyon nehéz átlábalni ezt a rossz időszakot. Nemhogy azoknak a méhészeknek, vagy embereknek, méhészeknek, akiknek még a szaktudása az még nincs ott, hogy mögé lássanak a dolgoknak, és tudjanak esetleg hatékonyan fellépni ellene. Hát a méhészek csapata az együtt van, és megpróbálja megtalálni a megoldást a problémákra, és azok a méhészek, akik tényleg sok-sok éve együtt vannak, és egy egységet képeznek, ők együtt is fognak maradni. Akik pedig nem azt a gazdasági eredményt látják belőle, mint amit elképzeltek, mikor nekikeztek, ők ki fognak hullani ebből a csapatból. Fontos kérdése, beszéljünk az időjárásról, mert Szőrmentén ugye esett szó arról, hogy súlyos volt az asszály, ugyanakkor itt már a téli őszi időszakot kérdezném, mert hogy egy furcsa telünk volt annyi szent, és ráadásul a január, illetve a december is olyan volt, hogy szép lassan már a virágba borultak a fák. Így van. Ez mennyiben nehezíti meg a méhész dolgát? A méhész dolgát onnan is megnehezíti, hogy a méhek nagyon, nagyon nehezen rosszul telelnek.
Eleve, hogyha onnan nézzük a dolgot, a méhek nem azt a telet érzik, amit az evolúciójuk megszokott, és a telelés az arról szól, hogy teleljenek. Az, hogy még novemberben közel 20 fokok vannak, az, hogy januárban már mutogatja magát a tavasz, és tényleg megindulnak a virágok, és már mikor január közepén kijárnak a méhek, és virágporral jönnek haza, mert egyes kora tavaszi virágok már virágoznak januárban. Ez abszolút nem jó a méhekre, mert azok a méhek, ez evolúció. Azok a méhek, amiknek az a dolguk, hogy teleljenek, azok most nem telelnek, hanem fiasítást nevelnek, és nektárt hoznak, és virágport hoznak. Őnekik az evolúció kapcsán nem ez a dolguk. Nagyon legyengülnek, és a méhész bármit csinál, nagyon-nagyon rosszul viselik a méhek a telet. Na most ez egyszer a méheknek az oldaláról. Aztán, hogy véletlenül az idén télen a víztartalékok azért úgy fel tudtak állni a talajban, mert azért szépen szorványosan azért jött a csapadék a télen. Nem úgy mentünk bele a tavaszba, mint a tavalyi évben, hogy már eleve a tavasz is úgy indult, hogy aszályosan. Nagyon reméljük, hogy ez egy kicsikét jobb hatással lesz a mezőgazdaságra, meg egyáltalán a növényvilágra a tavaszi időszakban. Igen, ha már tavaszról beszéltünk, a tavasz induláshoz pénz kell, ezt nagyon is jól tudjuk a méhészeknek is. Honnét vannak források? Vannak-e olyan források, amelyeket az agrártárca kínál? Igen, van egy családonkénti támogatás, amit a méhész igénybe vehet, aztán van egy állatjóléti támogatás, meg igazából szerteágazó a támogatásoknak a megléte, de tény, hogy most vannak olyan támogatások, amivel kivárnak, és még nem indultak be. Vannak nehézkes támogatáshoz jutási lehetőségek, eszköztámogatások, egyebek. Minden egy kicsikét nehézkesen indul. De vannak olyan támogatások, amihez a méhész hozzáfér. Nyilván, hiszen most lesz a kiemelt közös agrárpolitika program, ami 2027-ig tart, és ugye nagyon is jól tudjuk, hogy egyrészt ott több mint 6800 milliárd forintról van szó, amit még a pluszban a kormány is kiegészít. Tehát bízunk benne, hogy ebből jut a méhész társadalomnak is. És apropó, ha már méhész, akkor mi újság, hiszen erről is régen beszéltünk, milyen volt az éve a Antal birtokon. Az évünk az jó volt, igazából én azt mondom, hogy nagyon eredményes évet zártunk abból a szempontból, hogy sok látogatónk volt, és tényleg eredményes volt az évünk, és most már ez az 5 év, 6 évnek a távlatából mondom, hogy az emberek egyre jobban megismerik ezt a gyógyítási formát, és egyre nagyobb a bizalom felénk. Ami azt jelenti, hogy mivel eredményeket látunk, ezért az emberek is egyre nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk. Aztán az idei évet meg majd meglátjuk, a mi méhészetünk is nagyon nehezen érte át a telet. Sajnos az én méheim is nem nincsenek olyan állapotban, mint amire úgy számítottam, de hát azért meg fogjuk azt oldani, hogy tudjunk indulni a tavasszal, és ugyanúgy rendelkezésére álljunk azoknak az embereknek, akiknek erre szükségük Igen, van. Igen, hát ez egy jövőkép is egyben, mint ahogy jövőképet hirdetett a Szent István Mézlovagrend is. Én azt hiszem, hogy a létrehozása az egy ilyen értelemben teli találat volt. Készültök-e olyan programokkal, amely a mézfogyasztást erősíti itt Fehérváron, illetve az agglomerációs övezetben? Így van. Már most a tavasszal lesz egy rendezvényünk,
ez majd a médiában is, meg a közösségi oldalakon is fogjuk hirdetni. A Sóstó természetvédelmi területen kialakításra került egy beporzókrétje nevű kis terület, ahol a méhekkel, a beporzó rovarokkal megismerkedhetnek az emberek installációkban, és egyéb ismeretterjesztő lehetőségekben. És itt is lesz egy egész napos nagy rendezvényünk. Aztán a nyáron a királyi napok keretein belül is lesz rá lehetőség, hogy egy pár napot megmutassa magát a Fejér megyei méhészek közössége, és hát így a mézlovagrend is. Úgyhogy hát igyekszünk ezeket mind olyan szinten megmutatni magunkat, hogy az emberek tényleg jókedvvel jöjjenek. Hát ami sajnos a nemzetközi méhész találkozó, az idén sajnos megint el kellett, hogy maradjon. Nagyon rossz, nagyon nehéz volt kimondani, hogy ne tartsuk meg, mert utolsó pillanatig kivártunk. De sajnos a pályázati lehetőségek megrekedtek ezzel kapcsolatban, és pályázat, ez egy olyan óriási költségekkel járó rendezvény, hogy ezt sajnos pályázati keretek nélkül nem tudtuk megvalósítani, és ezért az idén megint ki kellett mondanunk azt, hogy nem tudjuk megtartani, de ezekkel a másik programokkal megpróbáljuk megközelíteni az embereket, hogy szintén tudjanak egy olyan információkat, olyan élményt kapni, hogy tudjanak bennünket értékelni. Igen, méhekre, mézre, méhészekre szükségünk van. Hát én bízom benne, hogy azért változik a világ. Sok esély nincs rá, de én azt hiszem, hogy ahogy a méhésztársam eddig is kitartott, ezután is így lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, jó munkát nektek, köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a Agrárinfót látták, vendégem Antal István méhészmester volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.